Jó estét kívánok, bár még világos van, de már estének nevezhetjük, azt hiszem. Én Marti Barna vagyok, és mindenkit szeretettel üdvözlök ezen a tíznapos elvonuláson, aminek a, azt hiszem a harmadik napján járunk. Aminél talán megragadhatnám ezt az egészet, hogy már nem számolom, hogy négy és fél, vagy öt éve járok ide, és tulajdonképpen az egésznek semmiféle értelme nincsen. A Kuan interjúknak pláne nincs értelme. De ahogyha bemegyünk a városba, akkor annak meg pláne nincs értelme. Úgyhogy nagy értelmetlenségben, így, hogy keressünk valami mókát is, ezért vagy ide jövünk, vagy a kocsmába, ez egy kicsit egészségesebb, úgy vettem észre hosszú távon. És a Kuan interjú például, megnéztem, hogy úgy van beosztva szépen az elvonulás, legalábbis én így vettem észre, Marti Barna énségperceit hallhatjuk egyébként is, Szóval én úgy vettem észre, hogy nagyon-nagyon furmányosan be van osztva ez a nap, hogy mindig legyen egy kis húz meg, erezd meg energetikailag. Hogy van felkelés, éneklés, akkor valami történik. Utána két ór, kétszer ötven perc meditáció, akkor, hogyha leülnék, akkor már ott van a reggeli mindig valami egy kis munka, egy kis szünet, valami, hogyha már így napokon keresztül ezt csináltuk, akkor egyszer csak jön egy koan interjú, akkor az öblít ki egy kicsit, hogyha már ma má, má azt is kezdjük, már abba is kezdünk belefásolni, akkor jön egy darma beszéd, amikor is lehet egy kicsit beszélgetni, legalábbis, hogyha bevezetőt tart az ember. Jut eszembe, ezt is szeretném kiemelni, hogy most, hogy a kedves tévénézőknek közbeiktatnám, hogy itt elvonulás alatt nem szabad beszélgetni illetve nem ajánlatos, és ezt többnyire igyekszünk is betartani, csak funkcionális beszélgetés van, hogy ugye ezt az edényt már nem kell elmosni, vagy hasonlók, de most megragadnám az alkalmat például, hogy itt fe fecsérelhetem a szót, hogy megdicsérjem a mai déli szilvaleves, gyönyörű, büszke, ám de nem tolakodó savjait, amit Bara készített. Ezt, ezt el akartam neki mondani, de mivel nem beszélhetek, ezt csak most tehettem meg. lesz veszem észre, hogy mindig mindig van egy ilyen öblítő folyamata a tudatban, hogy ne legyen túlságosan monoton se. Tehát éppenséggel nem, a, nem a, a barlangban üldögélünk, mint Bodhidharma, mert valószínűleg nem bírnánk, én biztos, hogy nem bírnám. De valamit mégis kéne csinálni. Ha más nem, akkor szórakozni. Jelen pillanatban azt hiszem, hogy annyira elvesztettem saját beszédemnek a fonalát, hogy igyekszem, igyekszem saját magam is leginkább szórakoztatóvá válni, mint értelmesé. Szóval, szóval semminek nincs semmi értelme az égvilágon. Erre, erre többek között ma jöttem rá, bár többször is rájöttem, hogy ugye bemegyünk, bemegyünk a, a 4 6 villamos mellé, és akkor valaki megbök, és akkor előáll egy helyzet, és arra kell reagálni. És nem tudjuk, hogy miért áll elő az a helyzet, nem olyan, mint az Ocean Eleven, hogy meg volt tervezve, hogy akkor bökje meg, amikor éppen, ha visszaszól, akkor egy autó jön, és akkor izé. De egyébként meg az életben van valamiféle ilyesmi, legalábbis a Dharma ezt sejteti, és sejtésem szerint legalábbis ez a sok csend, ez a sok befelefordulás, az ilyen kis reakció applikációkat próbálja letisztítani, és a quan interjú is. Tehát az értelmetlenségnek a mókáját, hogy azon lehet éppenséggel mulatni is, és lehet frusztrálódni, de a Kuan interjú az egy ilyen nagyon-nagyon töményen, odaállít töményen, ugyanakkor például fizikailag veszélytelenül, mert mégsem egy konkrét szorítanak a torkothoz, hanem csak megkérdezik, hogy aznos, hogy különböző, és akkor hápoksz, és akkor szépen hazamész, és három hónapig gondolkozol arra, hogy akkor a tiszta és töretlen darmatest, vagy mit tudom én, mi az, micsoda. Magam sem tudom, hogy, hogy miért jó nekem idejönni, mert főleg amikor intenzív hét van, ez most éppen nem egy intenzív hét, de olyankor 12 óra meditáció van naponta, az egészet úgy, ahogy van, Csongán szunimostól, Dokhé szunimostól, Templomostól, mindent elkezdek megkérdőjelezni. Nem úgy elkezdek megkérdőjelezni, hanem, hanem így, így, így is tenném, beleforgatnám szurokba, és, és öt tollal tűzdelném, mint a Huckleberry filmben a király non plus előadóit, akik a városokat állandóan ketten így próbálták, hogy ők Shakespeare-t adnak elő, de közben meg egy nagy átverés volt az egész, és ez, ez a kép konkrétan többször is eszembe jutott hogy csongánszum és dokészum, lehet, hogy csak itt, itt hülyére veszik az embereket, és, és, és persze nagyon szépek ezek, a, szépek ezek a gerendák, nagyon tetszenek, szépen csiripelnek a madarak, valószínűleg többet tanulunk a madaraktól, mint saját magunktól, de ez csak az én e, naív bölcs közbeiktatásom, és közben az egész úgy, ahogy van, e, nem ér semmit, de hát miben kapaszkodhatunk, hogy mi ér valamit tulajdonképpen? Itt is, akiket látok, tudom, hogy, hogy, nem először vannak itt. Most ez jelentheti azt, hogy a dolog segít valamiben, de azt is jelentheti, hogy függők. Vagy a kettőt. Vagy, jelentheti a kettőt egyszerre, magamból tudok csak kiindulni, mint ahogy már mondtam, hogy Marti Barna énségperceit hallhatjuk a bevezetőben. Én is úgy érzem, hogy ez a dolognak a nagy a paradox mi volt, főleg a paradox mi volt, a miatt van értelme. Hát mikor a kollégáim így, így, mondják, amikor jövök el, és, és melyiknek elmondom, hogy hova megyek, legtöbbnek nem, mert inkább nem. Hogy, hogy jó pihenés, és akkor mondom, hogy nem, 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 kifejezetten a pihenésről fog szólni ez a dolog. Szóval, hogy amikor, amikor megkérdik, hogy ezt miért csinálom, vagy hogy az unokahúgom megkérdi, hogy miért csinálom, én nagyon nehezen tudok neki válaszolni, hogy ennek ennek mi az értem, hogy kijövök is akkor itt napi 8 50 percet itt ülök, és fáj a térdem, és fáj a hátam, vagy, vagy éppen az arcom próbál csattani a padló, mert nem aludtam jól. Szóval nem tudom, nem tudom hogy mi, mi, az értelme az egésznek, de, de mégis, mintha, mintha ettől legalább egy kis időre, ha nem többre, Életszerűbb lenne az élet, átláthatóbb lenne az élet. Voltaképpen érthetőbb is az élet a maga abszurditásában, és valószínűleg mindenki vágyik arra, hogy megtudja, hogy, hogy, hogy mi az, amiért megszületett, hogyan volna érdemes az életet élni és befejezni. Na ezt például unok a elmondtam, hogy itt azon gondolkozok, hogy mi az életnek az értelme, miért születtünk erre a földre, és hogyha meghalunk, akkor vajon mi lesz. És Barnika, aki éppen kamaszodik, azt mondja, hogy ez, elég király. Úgyhogy lehet, hogy megfertőztem egy kicsit, persze attól még, attól még nem olvass el a tüskevárt, amit ajándékba vettem. Nektől. Arról már leszoktam, hogy a a bevezetők között pláne cetliket írjak, meg pláne ö, valamiféle konkrét témát elképzeljek, mert ö, arra jöttem rá, hogyha konkrétan valamiket feljegyzek magamnak, hogy erről szeretnék beszélni, mondjuk egy-két szó azért nem árt, mert ha nem, akkor ilyen lefagyások tudnak lenni, de hogyha nagyon, nagyon beprogramozza magát az ember, akkor nem tud a, a térre tisztán reagálni, és itt pontosan ezt az alkalmat kapjuk meg, hogy, hogy ebben a nagy csendben lehető legtisztábban reagáljunk a térre, és ami bejön, és ennek fényében önmagunkra. És ennek fényében meglássuk a saját rezgéseinket, amik talán egy picit, ha nem is sokkal, bár szerintem sokkal az észrevehetőbbek egy, egy ilyen izoláltabb laboratóriumi környezetben. Összefüggést véltem felfedezni, ugye a, a, mint ahogy elkezdtem, tulajdonképpen összefügg a beszélgetésem, talán utólag majd én is felfedezem. A Kohn interjúknál is, amikor, amikor abszurd, hirtelen, hirtelen izzított helyzetekre kell reagálni, amikor a saját énségünkkel kell szembenézni, amikor a mások énségével kell szembenézni, amikor a, úgy, mint a való világba visszamegyünk, az, az igenis gyakorlatot igényel. Tehát nem, nem mindegy az, hogy egy cédúrt le tudunk fogni, vagy nem tudunk lefogni. Ez a gyakorlás, ez, ez pont ugyanolyan, mint mondjuk zenét gyakorolni. Hogyha elég sokat csinálja az ember, elég sok energiát tesz bele, és elég, elég fókuszáltam, mert hangszeren is lehet ugyanúgy rosszul gyakorolni, hogy leülünk a tévé ele, és tulajdonképpen rosszul begyakorlunk valamit, mert nem figyelünk oda rendesen. Itt is lehet rosszul gyakorolni, ezt magamon veszem észre, hogy leülök és nem fókuszálok, és nem csinálom, amit Doki Szuni mond, hogy visszatérni, 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 ezt csak én, hogy ki vagyok illő, és azt mondom magamról, hogy ön meditálok, de tulajdonképpen csak Lucy in the sky with diamonds. Viszont ez a gyakorlás, ez, ez nagyon praktikus, és nagyon, nagyon, nagyon egyszerű és funkcionális a maga abszurditásában kell csinálni, és egyszer csak észreveszünk talán, hogy itt-ott kevésbé sértünk meg embereket, kevésbé sértenek meg minket, kevésbé sértődünk meg, kevésbé cuppanunk bele egy fájdalmas szituációban, ezt úgy, vagy ugyanúgy bele szuppanunk, és akkor vakarítjuk a fejünket, hogy ó, valamit valószínűleg rosszul csináltunk, mert már azt hittem, hogy meghaladtam ezt a szituációt, kapok egy telefont, és bish, és hát az öt év gyakorlás, az így, nem tudom, nem, nem tudom, mi van vele. Szóval, amit elkezdtem, hogy már rég leszoktam arról, hogy cetliket írjak, és ami, ami megnyilatkozik úgy, ahogy, ahogy jön abban a pillanatban, az általában mindig, mindig valamivel zamatosabb, és mindig valamivel természetesebb. Ugyanakkor, hogyha nem előzi meg, azt a bizonyos dolgot, én most például az éneklésről, meg az zenélésről beszélek, amit valamilyen szinten művelek. Hogyha egy szöveget például nem tanulok megrendesen, akkor nem tudom megengedni magamnak, hogy ne figyeljek a szövegre, hogy, hogy, az a szöveg csak megtörténjen, az éneklés megtörténjen, hogy, hogy ez lehetőleg minél többet adjon, minél több menjen ki, mert kell figyeljek arra, hogy, hogy akkor most ez a szó következik, ez után a szó után, és egész mindenségemben Egyébként lefagyok, és olyan vagyok, mint egy gép. És ez nem olyan jó a színpadon. És azt vettem észre a való életben is, hogyha, hogyha az ember nagyon spontánkodni akar, gyakorlás nélkül, mint hogy improvizálni akar gyakorlás nélkül, akkor nagyon sok érthetetlen és mondhatni rossz kortás zene, művészet, stand-up, vagy éppen sit-down keletkezik, és tulajdonképpen senkinek nem adott semmit, csak valakinek egy picit talán rokoni körben, vagy baráti körben az énségét egy kicsit aládúcolta, és akkor azt hiszi, hogy történt valami. Én zenémet illetően közszolgálati zenpankot játszom, és amikor ezt egyszer elmondtam, egy még azelőtt keltapankot játszottam, és a keltapank rajongon közszolgálti zenpank, azt hittem annyira egyértelmű, hogy közszolgálti, mert segíteni szeretnék, zen, mert az egység, meg, a, meg, meg hasonló a darma van benne, és punk, mert egy kicsit ezt így szórakoztató, hogy mocskosabb módon teszem. De ez az ember azt mondta, hogy te, te politikus lettél, vagy belőle. Szóval amit meg tudok én tenni uh, részemről, hogy megpróbálok a legszórakoztatóban a legtöbbet átadni embereknek, ez az én, uh, uh, úgymond, uh, hogy mondják a hitval, művészeti hitvallásnak, uh, árzpoetika, igen, ez a, ez, ez a szó nem ízott eszembe. Szóval ez az árzpoetikám mint ahogy Shakespeare-nek is az lehetett, hogy, hogy a valami, ami még nem lehet, nem, nem szabad, hogy mindig gondolkodtató legyen, sőt, minél kevésbé gondolkodtatóbb, annál jobb. És ez általában akkor tud megszületni tapasztalatom szerint, ha, ha van valamiféle jelenlét, van valamiféle zamat, van valamiféle ilyen egyszerű, abszurd szeretet az egészben. És én ezt próbálom tanulni itt, amikor elvonulásra jövök, én nem tudom, hogy mit, de én tartom a bevezetőt, úgyhogy legközelebb majd, ha ti mondjátok, elmondjátok. És nagyon köszönöm Csongán Szulimnak, hogy megkért arra, hogy bevezetőt mondjak, mert egyáltalán nem voltam rá felkészülve, de végül is élveztem, és további kitartást és sikeres elvonulást kívánok mindenkinek. Érjétek el a felébredést, és segítsetek minden szenvedő lénynek a világon. Köszönöm szépen.